egy NB. A rendszámban nincsen egy NB, úgyhogy ő nem az emberünk, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell alaposan megnézni a hülye fejét. Solek. Hűha, oké, hát ennek van rakománya, akkor azt azonnal kipakoltatjuk a úriemberrel. Do you have something to trade? Oh, small trading. Some visitors will want to trade with you. In a communist state, necessities are often only available on the black market. Na várjál, neki eladhatok kokót? Azt mondja, várjál csak. On the black market, small trade can be an opportunity to for you to earn extra money. Nota extra money. The price of an item in your inventory is the price you paid for that item. Before the sale, you can easily check whether your transaction will be profitable. No me. Menj a Bécsába. Van nálam egy pack of cigarett. Pisztolammó meg... Jó, ez nem. Pure vodka, bag of potatoes, a package of coffee, laundry, toilet paper... Ezekre nem tudom, hogy nekem szükségem van-e. Atmatur. Van az egy világítja lak meg. Nézd csak oda! Várjál, majd a túloldalról megnézzük, barátocskám. Brunyézete. Igen. Ott van-e valami? Ott átnéztük, ott semmi nincsen. Akkor pakoljuk ki a kárgót. Uram! Unload. Mindent unloadolunk, átnézzük, hogy van-e valahol jel. Mondjuk ide át is nézhetem, ha nem kellett volna kipakolni az egészet, na mindegy. A fogdában nincs egy rab véletlenül? De van! Hát azt majd el kell vinni. Na nézzük! Ezt átnéztük, ott van egy hordó. Jó. Na, nézzük akkor a listát. Cucumber baller stimmel. Coffee sack 1. Hát abból 2-t látok, úgyhogy ez már nem stimmel. Cement 4 az 5-höz. Medicine crate 3 a 3-hoz. Jó, hát igazából ez a cargo list, ez már nem stimmel, úgyhogy azt oda bepipáljuk, hogy piros. Tahir Sabirov. A neve legalább stimmel. Passport number... Hát a passport number sem stimmel. Tehát már itt vagyunk, hogy az sajnos nem. Azt is beixeljük. Azt mondja validation date-et összehasonlítjuk, azt akkor látjuk, hogy az se stimmel. Date, az legalább az jó. Jó van. Hát haver, neked így sok minden nem stimmel. Tehát a fotód és a neved. Tehát hogy ezt a kettőt sikerült össze. Mondjuk, hogyha visszafordítom, lehet, hogy nem kell bepakolni a kocsit. Nézzél ide! Ja, várja. Jó, hát figyelj, az a helyzet... Jó, hát lefoglalni nem kell, mert semmi illegálisat nem találtunk nála, viszont vissza kell pakoltatnom Józsival. Ha lecsukom a vendort, kivel fogok kereskedni? Hát, nem tudom. Jó, figyelj, az a helyzet, uram, hogy így vissza kell, hogy utasítsalak. És ülj neki, hogy ennyivel megúsztad. El is vehetem tőle, hogy jó legyen a lista? Igen? Elvehettem volna egy potétót. Na majd mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy van. Ha perfektnek írja, akkor jól jártunk el. Perfekt. Oké, akkor jól jártunk el. Jó, gyere barátom. Ez az utolsó kocsi, és akkor utána szerintem a rabot, mondjuk ott hagyhatjuk a rabot, tehát hogy... Mondjuk azt mondta, hogy ha overnight ott van, akkor okozhat problémát. A tájci varizsú, komandíró. Komandíró.
Ja, szóval azt még egyelőre nem tudom, hogy bepróbáljuk-e, hogy ott hagyjuk. Hát én ezt nem itt fogom megszámolni, haver, úgyhogy add ide a papírodat. Először megnézzük a... Kocsit! Kocsit! Hol a kocsi? Futás! Mi a faszom? Tessék meg... Add ide az autót! Te várjál már, ha menekül! Kapcsold be... Mi van már? Siri... Az... Uram! Uram, tessék visszajönni! Nálam vannak a papírjai! Autós üldözés, Kobra 11, erősítést kérünk, helikopteres erősítést kérünk. Kérünk szépen szöges drótokat az M21-es út végére. Na, bazze, várjál, pillanat, ide nőtt egy fa. Stop the fugitive! Jó napokat kívánok, le fog esni a krumpli onnan a hátuljáról! Letolom az útról! Azaz! Megállítottuk! Pull out! Search the body. Jó, nincs nála semmi. Várjál, lopom. Itt tudok valamit elvinni? Volt nálad valami, tesó? Weapons! Vapon! Tudom, hogy vissza kell sietnem. 4 percem van visszaérni. Ez a hulla volt? Hol a ko... elnézést? Hova tűnt az ajtóm? A brutális autós üldözés áldozata voltam. Úgy érzem, hogy egy kicsit rendbe kell majd raknom az autót, hogyha hazaérek. Hogy meg akart lépni? Hát ez... Gólya mondom... Zseni! Kurva jó ez a játék! Ma ingyen dolgoztam, de hogy is szereztem valami fegyvert tőle. Te... Tesó, megjavítanád a cuccot? Most van egy kis probléma. Így nem tudok kiszállni a kocsiból, mert nincsen ott ajtó. Ja, de így igen, jó. Ott van, weapons. Na, figyelj, ezt meg tudod javítani? $50. Ennyi. Minden 50. $50, hogyha csutkára van törve, meg akkor is $50, hogyha csak ki van törve a szélvédő. Jó van. Na, hát visszajöttem. Elvtársak. Le kell adnom a jelentést, hogy megsérült az emberünk útközben. Komrád, we have lost contact with Sergeant... Szómil. Ott is van? Ott már mennem is kell a Szómilhez.
Jó, igen, elvesztettük a kapcsolatot az egyik sergeant-e. Nagyon, én megvettem pisztolyt. Bakker. Akimbózni nem tudok a két fegyverrel? Eto prabotni aparatnyok probléma zádon. Eto za lížno a dróni od Montra. Mert most érted? Tehát, hogyha két fegyverem van, akkor miért nem tudok akimbózni? Az autós üldözés közben esküszöm, hogy nem tudom, hogy mi történt az úriemberrel. Valószínűleg megbotlott. Pontosan. Pontosan így történt, én is úgy gondolom. Story time. Nie tap to uvarić. Starshina Gavrilo prestio zazdro kriminalo. Gets along with criminals. A šita aralać. Ajo madro usvjadomica inspektora ili incidente. Hű, geci. Menjetek már picsába! Az anyád faszát! Hülye vagy ez mi?! Oké. Sotit kellett volna venni. Hurka! 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 Hurka életben van még! Don't die, comrade! Jó, ezek szerint ez egyébként akkor skriptelt volt valószínűleg. Ready to... Training completed. Tehát ez volt a training. Most lett vége a tutoriálnak, srácok. You are ready to work on your own. Perform instructions to... Advance quickly, a higher rank means higher earnings and access to new outpost functions. From now on, you are on your own and we will no longer support you financially. Putting the facility in debt will result in immediate discharge. Anya! A ja razne lišno živacko. Vaše madro vartne I povzja. Lišno vas gotovko služni. Ili o raportač komisar. Fake help. Arms smugglers smuggling stopped. Hallod? Most srácok, ficcet félretéve, ez kurva jó játéknak tűnik, nem? Bazeg! Na, bazd meg, mennyi infó van itt. Commodity embargo. Мы не позволите их ту крузку перевозку Following the revelation of links between citizens and the kingdom of Erke, criminal groups, the government has embargo of all goods from the country. Delivers carrying goods and luggage from the kingdom of Erke are prohibited. Okay. Aki kingdom of Erke-ből jön, azt azonnal vissza kell fordítani. Ez ugyanúgy a cargo list. Egy 47 éves sofőrt keresünk, akit meg kell állítani majd. Olyan autót, aminek hiányzik a tükre, azt is el kell kapni. És visszaspektet, a driver who did not stop, oké, és az és a 43QM, tehát 43QM, hiányzó tükör és 47 év. Ezekre kell figyelni. Jó, ott állhatnak, az nem érdekel minket. Először meg akarom nézni, hogy itt mit lehet csinálni, mert gondolom most nyílt meg a számítógép. Outpost management, na ez a lényeg, na erre vagyok kíváncsi, figyeld. Statisztika. Elő is tudnak léptetni engem. Prisoners, még mindig van egy prisonerem. Storage-be van valami cuccom. Driven distance, jó, total income.
Inspections. Missions, defeated enemies, successful intervention, buildings, daily cost, aha, logging, warehouse, prison, personnel, aha, Maximovot, Repnint és Novikot foglalkoztatom, és egy kocsim van. A ház. És itt van, figyelj, hogy perception level 2, max health, maintenance 20, upgrade-elhet. Oh, na takarodj már! Hallod, a bodegává upgrade-elhetem, érted? Basszus! Oké, ez a lodging. Akkor a warehouse az is upgrade-elhető, hogy több polcom legyen. Kapacitása 25, ennek meg 50. A prison level 1, level 2 az akkor már még több, annak már 5-ös a kapacitása. Itt vannak az emberek. Maximov pisztolya van. Upgrade-elhetjük Maximovot submachine gunra és több HP-ra. Constable Maximov, figyelj, korporál Maximovvá. Aztán van egy repninem pisztollyal és HP-val. Őt is tudjuk egyébként korporál repninni előléptetni. Ő még nincs meg. Moszkovics. Moszkovicsot meg tudjuk venni. Mm. Ő prison guard. Őrá lehet, hogy szükség lenne, mert akkor nem szöknek meg a rabok. Aztán itt van nekünk Novik, a border guard, ő is pisztolyos, és ő is lehet majd submachine gunos. Aztán van még egy emberünk, Kowalski. Kowalski egy border guard, őt be lehet állítani a bodegába. És van egy mesterlövészünk, Smirnov. Pisztolya a mesterlövész egyelőre. És akkor itt vannak a kocsik. Upgrade-el? Ne már! A kocsit is lehet upgrade-elni. Meg lehet venni 1200 ér a másik autót, és 1700 ér a harmadikat. Mit fejleszünk először, srácok? Vagy először csak gyűjtsünk pénzt, ne fejleszünk semmit? Majd nap végén elvisszük az úriember. Kowalski mellé nincsen vega. Jó, nézzük az autót. Gyorsan átnézzük. Snegodaj nára! Durova, vaša robotsa. I madre brunjezeta je. Brunjezeta. Jó, itt akkor nincsen semmi. Ez egy jó fej állampolgárnak. Tűnik kicsit véres a motor, de hát az most mindegy. Na, uram, először is, adja ide a papírjait. Oké, és tudunk vele trédelni. Nála is vannak egyébként burgonyák, meg ilyenek. El tudom neki adni... ezt a weapon nem tudom. Pack of cigarettes. Adjuk el neki a cigit. Oké. Na, először is. Azt mondja, hogy Mansur Kurbanov. Mansur Kurbanov. A passport... Hát a passport number az már nem is timmel. Azt látom, hogy az mismatch. Tehát ő már nem mehet át a határon. Turista. És egyébként a validity date az timmel. Expiration date. Az lejárt a passport, úgyhogy igazából az se. A fotó sem stimmel, mert nem olyan a szakálla. A surname az stimmelt, az expiration date-et bele, és akkor a cargo listet nézzük. Cargo list? Nincs is cargo list. Várjál. Jó, nincs mit fölvenni innen. Cargo list nincs. Hát az a helyzet, uram, hogy az inspector denied. Onája nyetapot. Jó, elméletileg ez egy perfect inspection kellett, hogy legyen.
Még remélem nem őt kellett volna letartóztatni. No, probszája. Perfect inspection, nagyon jó. Jöhet a következő. Partna kontrola. Rabotszaj etomo, ágy védobrát szélátko promoda. Volt rendszám, amit nézni kell? Nem. Oké, a két tükör megvan, tehát ez nem gyanús, legalábbis nem abból a szempontból. Oké, a kargót le fogjuk pakoltatni vele, az már biztos. A kereket néz, ezzel nincsen gond. Ott az, az nem gyanús, az nem gyanús. Oké, jó. Azért azt ott nézzük meg, hoppá, hoppá, hidden, hidden money. Hidden money, hát uram, uram, ugye, ugye, hát az van, hogy step out of the vehicle. Ott nincsen semmi. Jó, hát ezzel, ezzel meg vagyunk, akkor egy cargo listet fogunk nézni. De amúgy én lepakoltatnám vele az egészet. Meg ki tudja? Solek. Solek. Jó, ezeket már megnéztük. Azon nincs jelölés. Hopp, ott van már valami gyanuska. Tehát igazából egy gyanús doboz volt. Az pedig ez, azt pedig nyilván a króbára azonnal szétütjük. Ott a pénz! Azért, az mondjuk kőkemény money. Nagyon jó. Amúgy azt úgy akkor lefoglaljuk, nem? Fél, őt letartóztatom, ugye? Arresto, gondolom arresto momentum. Biohazard materiál. Hol a cargo list? Ja, hogy még nem kértem el a papírjait. Atrich, akrovrotáj! Amúgy a 11 az Ayman Ukava. Ayman Ukava, Ayman Ukava. Ez mondjuk stimmel. CC0820US, Republic of Kagasztán. A validity date az stimmel, a maciból jön. És ez egyébként stimmelt. Fotóügyileg hogy állunk? A fotója amúgy a stimmel, a cargo list az stimmel. Igazából minden stimmel, nem? Csak volt nála egy kis illegális dolog. Nem foglalkozom semmit, az megy a zsebbe. Igen, minden, minden más egyébként stimmelt. De ha volt nála illegál cucc, akkor le kell csukni? Gondolom. Barasto, Cipka! Jó. Jó, egyelőre még oda bepakoltuk őket. Te mit tudsz csinálni? Te semmit nem tudsz csinálni. A bátyját meg tudjuk kérni, hogy pakoljon föl. Ada. At Maduro. Audit report. Contraband hiding spot, Sperville. Ez most komoly, bazeg? Nem vettem észre egy cuccot nála. Bakker! Azt mondta, hogy van egy escape lenye? Hát nagyon egyszerű lesz, mert azt megállítjuk azonnal. De azt hol kellett volna látni? Nem tudom, hogy ezt hol kellett volna látni, hogy a Sperville, azt nem vettem észre.
Propšaju ott dokumenti. Figyelmeztetés nélkül fejből ölöm. Edil Ergashev. Edil Ergashev. Az stimmel. Passport number 49 1IV3 OG. Kingdom of Erkely. Tehát ő nem mehet át. De várjál. Nem az volt, hogy csak azok nem mehetnek át, akiknek cucca van? Ő neki nincsen semmilyen cucca. Hát őt igazából akkor át is engedhetnénk. Mert itt csak annyit mond, amit is ír, ahogy is hívják, hogy drivers carrying goods and luggage from the Kingdom of Erkely are prohibited from entering. De neki nincsen luggage-e, nincsen semmije, tehát ő nem visz semmit. Tehát, hogy trédelni lehet vele. Hú. Várjál, tesó. Várjál, pici. Figyelj, átengedlek, tesó. Bassz meg, ezt nem adhatom el neki. Fuck! Picsába. Lejárt a papírja. Miért járt volna le? De hogy ezt nem néztem még meg. Aha, igazad van. Szép észrevétel. Expired passport number, stimmel, fotó, hát a cargo listje pedig nincsen. Tehát, hogy no cargo. Jó, viszont van egy olyan rossz hírem, hogy kacz, hogy nem mehetsz át. Nyíta. Szép volt, Black, azt elfelejtettem megnézni. Az a baj, hogy két autó áll még ott. Perfect inspection, ügyesek vagytok. Két autó áll még ott, de nekem el kéne vinni a rabokat, hogy ne legyen itt overnight. Oké. Az autó nem látok a kerékbe semmit. Megvan mind a két tükör. Ott nincsen semmi gyanús. Ott sincsen semmi gyanús. Van kargója. Atrid, akravrotáj! Oké. Levon Karabaev. Ez stimmel, oké. Akkor azt megnézzük, hogy lejárt-e. Nem járt le. Date of birth, az nem érdekel minket most egyelőre. Ez meccs, ez szuper, és akkor mehet a cargo list. C betű. Unpack. Jó, magába a kocsiba nem látok semmit. Egyelőre úgy néz ki, hogy a barátunk teljesen tiszta. Nem láttam sehol sem gyanús dolgot a kargón. Azt mondja, hogy biohazard materiál 4, beer barrel, hoppáré! Hát a beer barrel az mégsem stimmel, egyel több van, barátocskám. Cargo list, nem jó. És Kingdom of Erkelyből jött. Ergo nem mehet át, mert vannak cuccai. Oké, ezt visszapakolta. Az a probléma, uram, hogy a date of birth 59, tehát az nem probléma. 47 évest keresek, ő egyébként átmehetne, de nem. Nem volt nála semmi illegál. Úgyhogy csak rejecteljük. Nem csukjuk le. Ilyen törött lámpát keresünk, meg 47 éveset. Szerintem az lesz a törött lámpás 47 éves.
Nyilván nekünk az illegál dolgokkal kellene kereskedni, abból lehetne több pénzem. Mi az, hogy entry regulations? Loli, mikor jössz már el a cuccodért? Ezt nem értem. Hol volt olyan, hogy entry regulation? Jó, úriembernek egyébként van... van tükre. Ez vajon kargónak számít? Atrich, akrovrotaj. Eto spatne erkei, zadoń duro ni madre teresnej. Nie tap ilio one brazu nasze wyprawiteli, a da sa poczna eto terrora. A da bácsi, az nem barát. Na, az például mi? Arra rá se tudok nézni. Várjál, C. Azt nézzük csak át, azt az unpack luggage-et. Hát semmi gyanúsat nem látok benne. És így ezt meg tudtuk nézni. Beszarás. Na, luggage és kettő darab chicken. Na várjál, unpack the chicken. Én bele nem nyúlok a csirkébe. Jó, hál' Istennek nem kell belenyúlni a csirkébe. Nem, mirror. És ennek megvan a tükre egyébként. Broken mirror. Na, a csirke és a luggage az stimmel. Tehát azzal nincsen probléma. Mivel ez az utolsó kocsi, most használhatjuk a 05V1, Z150, lejárati dátum. Az teljesen jó. Az is jó. Dika 33. Ő neki igazából nincsen semmi probléma. Őt átengedjük, srácok? Ti mit mondtok? Ti átengednétek? Compare entry regulated driver documents and vehicle condition. Ugye? Ő mehet. You must return the cargo. Ja, bocsánat. Józsi, gyere dolgozzál egy kicsit. Vagy vászidó? Hát maduro. Annyira nem gyanús, hogy ő már gyanús. Motorháztetőt nyissam föl. Semmi. Ő átmehet. A lárácsló. Sérült az autója, az nem baj? Nem, az elméletileg nem probléma. De majd most mindjárt kiderül. Perfekt. This is a good time to replenish your supplies, free a place in jail or rest. Nem rest, hanem most akkor elvisszük a rabokat, és elvisszük az összes kontraband cuccot. A pisztoly ammót azt pedig magamhoz veszem. Jó, kontraband dolgok nálam vannak, kés nálam van. Ez becsuk, és akkor vihetjük a prisoneröket. You are free to go. Transfer to police car. Mi az, hogy you are free to go?
Bolond vagy? Miért engednék szabadon bárkit is? Na, éjszaka. Hát veszélyesbe megyünk, mert most éjszaka UV-lámpával a kezembe közlekedvén. Na, L betű. Ja nem, J betű, mint lámpa. Jó, tehát először el kell vinni a laborkempbe őket, tehát jobbra fordulunk az úton, és csumára egyenesen megyünk a laborkempig. Mehetünk szirénázva. Leaving the outpost. As you travel across the world of... Watch out for enemy gang troops. They will try to recapture their comrades or reclaim the stolen goods. When you encounter them, you can run away or fight them. For additional rewards. Az igen! Még hogy nem GTA! Meeting the guys in the quarry. A kurva faszba, várjál már! Az nem biztos, hogy enemy. You have defeated all the attackers! Na várjál, és kilútolhatom őket? Azok meg ott piáltak, és cikiztek, és nézték az egészet. Search the body. Azaz, pisztoly ammo. Shotgun ammo, de hol a shoti? Csak nem lopják el a kocsimat addig. Figyeljetek már a shotit, azt nem tudom fölvenni a földről valahogy. Csak ammót találtam, de hol a fegyver? Ha nem, el is tűnik a hulla. Jó, akkor nincsen fegyver. Amíg lootolok, addig a rabok kimásznak a kocsiba. Azt nem tudom, de valaki frontálisan nekem jött. Na ez viszont nagyon jó. De akkor konkrétan ez van, hogy közben nekem fognak jönni, gondolom az autót is rongálják, meg minden. Mondjuk 70 dollárért kockáztattam az életemet, tehát hogy így az nem annyira megérős. De legalább stealthbe közlekedek ezzel a szirénázással. Nem tudják, hogy jövök. Jó, most már indokolatlan a sziréna. Na, várj, elrakom a izét, azt is elrakom. Na, meghoztam a rabokat. Ezért kaptam 200 dollárt, tehát 100 dollár emberenként. Vagy vászidú? Jó, tehát akkor ezt leadtuk, és akkor már csak az maradt hátra, hogy a warehouse-ba el kell vinnem az illegál cuccokat. Ezek szerint azt mindig el kell vinni oda, mert például ami piros, azt nem tudtam értékesíteni a small traderekkel. Tehát igazából nem tudok kokaint árulni. Amit lefoglalt cuccokat nem tudok árulni. És az hol volt?
az a polisz bázison van, tehát egy nagy kört kell leírni. Normális emberek nem így parkolnak le az út közepén. Egy bandaháborúba keveredtem, haver. Ahol tudtam, leraktam az autót, és kész. Fedezékbe vonultam. Na, bazd meg. A faszomat be. Jó, először is mennyi ammón van? Jó, van. Hol vannak? Új, ez meg ez nem néz ki jól. Kapitulátus! Hol van a HP-m amúgy? Hú, na hát ez a 70 dollár úgy néz ki. Tehát az ilyen rajtaütéseknél 70 dollárt nyerek. Kár, hogy a fegyvert nem tudom tőlük megkapni. Jó, négyen voltak, ugye? Négyen voltak, azt hiszem. Srácok? Mi az a 230... Mi az a tölténymennyiség? Ja, itt van, jó van. Figyelj, az a 234 ammó, az honnan jött? Igen, a labokat már leadtam, tehát a durva az, hogy azért csodálkoztam rá a dologra, mert azt hittem megszöktek, de utána leesett, hogy amúgy őket már leadtam. Azt én értem, hogy a rablókból jött, de nem annyi van az inventorimban, tehát nem azt látom, hogy 234, tehát azért csodálkozom, hogy hogy lehet az 234. Tehát valami 30 valamennyit látok, nem? Amúgy, temetőbe... Azért azzal a sotival... Az kicsit ráment a hullákra. Ez egy 2-12. Ez például 4.
Ez most 2, de nézd meg, 2 és 28 lett. Akkor az nem darab, hanem tár. És már el se tudom vinni. Várjál, de el tudom, csak ahhoz a, az illegál cuccot ki kell rakni. Igen, igen, az tár, amit találok. Ez volt a megoldás. Hoppá. Nem mondod, hogy buktam. Mi? Ez is bazd meg olyan, mint a Forest? Ha nem lootol... Beszarok. Érted? Forest 3. Ha nem lootolom időbe a hullát, eltűnik. Üstölt a kocsi? Amúgy azt hiszem érik egy autójavítás. Ha már alig megy az autó, szegény. Hazajutni? Vajon hazajutok ezzel az autóval? Ajtóm nincsen, már csak akkor tudok kiszállni, hogyha izé leállítom a motort. Mi az, hogy 82 dollár? Hát bazeg, ez rablás. Hát ennél azért komolyabb mennyiségű pénzre számítottam. Mondjuk azt a pityókát majd lehet, hogy el kellene adni. Ó, lehet így is, nézzétek? Fullosba kipakolni mindent. Ez nem kokain volt, de hát akkor is. Tehát, hogy tök kevés pénzt kapok azért, hogyha idehozom a cuccokat. Hát figyeljetek, majd meglátjuk, hogy későbbiek során lesz arra lehetőség, hogy máshol értékesítsük ugye a lefoglalt cuccokat, mert ez így nettó nem éri meg. Mondjuk figyeljetek, van most 1700 dollár, abból viszont valamit egyébként fejleszthetünk. Első körben én mindenféleképpen a saját házamat akarom, hogy ne egy ilyen leharcolt, valószínűleg, hát nem is akarom megtippelni, hogy hány éves lett ez a lakókocsi, amiben lakok. Inkább upgrade-eljünk egy bodegára, nem? Tehát, hogy azért nézzem már ki valahogy az, ahol álomra hajtom a fejemet. Sniper plus guard? Hát, azt még nem feltétlen tartom olyan nagyon fontosnak. Meg azt is nézni kell, hogy ugye nem mehetek mínuszba. Azt mondta is a játék, hogy ha adósságba verem magam, akkor kalapkabát, szevasz. Tehát figyelnem kell arra, hogy minek mennyi a fenntartási költsége. Ez az biztos, hogy a csókával meg kell javítatnom az autót. Az biztos, hogy fordítsd meg. Tehát, hogy legyen ott, és így mondjuk rakjál rá egy ajtót, haver, jó? Tehát így bicosz hozzá. Úgy látom, 50 dollár bármilyen hiba is van rajta. Érdemes akkor ezzel így foglalkozni. Jó! Na, figyeljetek, igazából jók vagyunk, mert elláttam minden feladatot. Ahogy látom, takarítani én nem tudok, meg ilyesmi. Ezzel a házzal lehet már a... Na. Takarítani nem tudok. A menedzsmentnél most még mielőtt lefekszünk aludni, megnézhetjük, hogy... hogy valamit érdemes-e csinálni. Egyelőre prisont én nem upgrade-elnék, mert nincsen olyasfajta átmenő forgalom, hogy arra szükség lenne.
Én a házat azt mindenképpen. Tehát az 600 dodóból azt felupgrade-eljük. A srácokra szerintem még úgy nem kell, meg kocsi se. Először csináljuk ezt. Én rádobok erre egy ilyet. Na jó. Ez figyeld, 1300 dollárért fölmegyünk lodging 3-ra. Az már egy ház. Érted? A ház, annak már lehet, hogy van külön száma is. 750 lenne egyébként a warehouse, nem látom még értelmét. A prison meg 900, annak se. Mondjuk a srácokat egyébként viszonylag olcsón lehet upgrade-elni, de dupla annyi lesz a fizujuk. Tehát arra is figyelnem kell, hogy őket ugye el kell tartanom. Jelenleg napi 25-öt kap például a pisztolyos Maximov, de a submachine gunos Maximov már napi 50 dollárt keresne. Akkor már inkább vegyünk föl plusz embert. Azt mondja, hogy a Lucky Winner of the 1975 State Housing Lottery. Ja, hogy ő egy lottó nyertes. Unfortunately, low construction standards led to the building collapsing as a result of which his entire family was killed. Ja, kellemetlen. Trying to put his life back together, he moved to Karikatka, where he found a job with the police. Hát ő prison guard, gondolom ő azért kell, hogy akár este is ott hagyhassam az embereket, és ne szökjenek meg, ugye? Ezt mondta talán a tutoriál. Hogy ő arra jó. Nyilván ő arra jó, hogy az elmenekülő emberbe ő is bele tud lőni, illetve ő meg sniper, egy pisztollyal. Nem tudom, hogy arra van-e szükségünk. 600 dodóért viszont tudnám upgrade-elni a kocsit. Amitől capacity 16-25-re nő, egyen lesz több a durability-je, és kettővel lesz több a maximum speed-je. Majd szerintem ezen még. Most egyelőre egyet upgrade-eltünk, hogy végre házam van. Az állományt biztos vagyok benne, hogy... Biztos vagyok benne, hogy azért lehet fejleszteni, mert lesznek még majd itt kitörő háborúk. Hát figyelj, én azt mondom, hogy azért jobb. Egy pici előrelépés az előzőhöz képest. Nem nagy, de nem rossz. Otthonos, az biztos, igen. Még nem látom, hogy hogyan szerzek sok pénzt. Another day at work. Yes, I am absolutely ready, comrade. Missing mirror, 47 év. Ugyanúgy nem mehetnek át Erkelyből, és a cargo listnek stimmelnie kell. Hát fürdő, az igazából kint van az a toj-toj, amit láttunk. Solek. Iliot Szabik szerásta? Jó, első körben nézzük meg. Elik Gum. Hát ez már nem stimmel. Ahhoz nem is használunk Perception-t, hanem csak megmondjuk. 40-15, 8Y9, az stimmel. A Valid Date. Ez is lejárt. Al-Barakból jön, dolgozni szeretne, és a date of birth 37, tehát az még jó lehet. A fotó... Hát a fotó sem stimmel, úgyhogy az sem. Úgyhogy én azért a kocsidat megnézném, Mr. Elik. Sőt, tudod, én ki is szállítalak téged a kocsiból, hogy ne hajtsál el. És hoppá, hoppá, hoppá.
A visszapillantó. Mint ó, jaj. Uram, hát ott valami történt, kérem szépen. És azt mivel tudom megnézni? Vagy mivel tudom azt úgy kinyitni? Mondjuk króbárral? Ott is van. Cigaretta? Ennyi? Cigi? Semmi komoly? Hopp. A turva durá! Azt nem ezzel kell. Nem is azzal. Érdekes. Ott is cigaretta. De hát a fotója se stimmelt, semmi se stimmelt ennek a csávónak. Az igen, még cigarettán is ült. Hallod, ez nem viccel a cigivel. Hű. Még ott is van egy, az ülés alatt is volt. Hú, barátom. Hol nincs cigi? Barasta a sipka! Jó sokáig fog követ törni, igen. A criminal arrested. Oké. Okay. Akkor megkérjük a tetyát, hogy takarítsa el a kocsit. Ada. A rosko varisu. Smuggling. Azt mondja Audit. Kontraband hány... Left front tire, left rear tire. Bazd meg, a másik két kerékbe is voltak cuccok. Az összes kerékbe volt akkor. Úristen. Volt még több cigi. Igen. Tájcsi varisuk a madíró! Nagyon készségesnek tetszik lenni. Ezt nem tudom, hogy mennyire kell... Nem tudom, tehát hogy így begugolni alá nem... Úristen! Please leave me alone. Mondjuk ez lehet, hogy nem volt gyanús, én meg így rátúrtam. Hát na mindegy, amúgy akkor már add már ide a papírjaidat. Szia, Bobby. Na nézzük. A fotó az stimmel. Pavel Zubkov, Gravel 1. Hát jó van, most már...